Az országgyűlés tegnap megkezdte az őszi ülésszakát. Lázár János miniszterelnökséget vezető minisztert kérdezték az ellenzéki országgyűlési képviselők. Többek között a kvóta referendummal kapcsolatos kampányról, az oktatáspolitika legfrissebb aktualitásairól, vagy a tartalékgazdálkodásról is. Az azonnali kérdések sorát nyitó MSZP-s harangozó Tamás azt akarta tudni, hogy mennyit költ a kormány augusztus 14-e és október 2-a között a kvóta referendum kampányára. A válaszadó Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszter úgy fogalmazott, hogy egy demokráciában a népszavazás tartja a legszentebb dolognak, ezért fontosnak érzi, hogy a kormány mindent megtegyen annak érdekében, hogy arra kérje a választókat, menjenek el és mondják el véleményüket. A népszavazás kezdeményezőjének és minden demokratikus gondolkodású politikusnak két kötelessége van ilyen esetben. Az első és legfontosabb kötelesség a részvételre való fölhívás. A második fontos kötelesség, hogy az ember elmondja, hogy mit is gondol ezzel kapcsolatban, és ha megkérdezik a választók, akkor tudjon tanácsot adni, hogy hogyan szavazzanak. Aztán majd eldöntik a választópolgárok, hogy ezt igénybe veszik-e vagy sem, vagy megtartják-e vagy sem. Október 2-áig fogunk kampányolni. A kampány összes költsége, ahogy ön, ha jól láttam, a napokban benyújtott egy adatigénylést, természetesen az adatigénylésre vonatkozó törvénynek megfelelően, illetve a kampány lezárulását megfelelően nyilvános lesz. Az LMP szerint a kormányzat nem tartotta be az oktatásban tett ígéreteit, és több mint 1000 nyugdíj előtt álló pedagógust kizártak az automatikus béremelésből. Válaszában Lázár János arról beszélt, hogy a magyar diákok kompetencia mérésének eredményei 2004 óta folyamatosan romlanak, és habár fontosak az eszközviták, valamint a pedagógusok sorsa, de a legfontosabb kérdésnek, akkor is annak kell lennie, hogy mit tudnak a gyerekek. Át kellett alakítani a szakképzés rendszerét, közölte a miniszter, aki az 1321 pedagógus bérelmaradásáról azt mondta, hogy ők nem töltötték fel a portfóliójukat, és ettől a kormány nem tudott eltekinteni. Sallai R. Benedek azt akarta tudni, mire költik a földárverésből befolyó összeget. 200 ezer hektár állami földterület értékesítése lezárult. Ez 270 milliárd forint állami rendkívüli bevételt jelent 2016-ban. A kormány úgy döntött, hogy soron kívül a szeptemberi ülésszakban azt kéri a Magyar Országgyűléstől, hogy tárgyaljon meg egy törvényt, egy beszámolást, egy számadást arról, hogy hogyan zajlott le a földterületek értékesítése. Az országgyűlés elé terjesztenek egy javaslatot is, amelyben a kormány kérni fogja, hogy a befolyt összeget az államadósság csökkentésére fordítsák.